Üdvözlünk a Vacsmozsó Magyarország csatornáján, ahol ma az Unibet támogatásával 10 a csernobili katasztrófával kapcsolatos mítoszt fogunk nektek megmutatni. Ebben a videóban olyan gyakori tévhiteket fogunk nektek felsorolni, amik az 1986-os csernobili katasztrófa eseményei körül keringenek. A katasztrófa idején ugyanis rengeteg hamis információ látott napvilágot, és ezek egy részét sokan a mai napig tényként kezelik. És hát, ők biztos nem látták a sorozatot. 10. Pripyat területén veszélyes mutánsok élnek. A listát az egyik legnevetségesebb mítosszal fogjuk kezdeni. A 2012-es katasztrófa horrorfilm, az Ideglelés Csernobilban egy csapat barát kalandjait követi végig, ahogy néhány emberszerű mutáns elől menekülnek Pripyat városában. A filmet a stílusa miatt sokan egy valódi dokumentumfilmnek gondolták, és rögtön összeesküvés gyártásokba kezdtek. Az Édesvízi Szörnyek műsorvezetője, Jeremy Wade annyira komolyan vette ezeket a pletykákat, hogy maga is elindult Csernobilba, hogy megkeresse a mutánsokat. Az pedig, hogy valaki a Stalker Shadow of Chernobyl videójáték előzetesét egy valódi mutánssal való találkozásként töltötte fel az internetre, csak olaj volt a tűzre. Hello? 9. Egy gőzrobbanás majdnem egész Európát lakhatatlanná tette. Everything within a 30 km radius will be completely destroyed, including the 3 remaining reactors at Chernobyl. The entirety of the radioactive material in all of the cores will be ejected at force and dispersed by a massive shockwave. Az HBO minisorozatának második részében egy atomfizikus, Ulana Komjuk figyelmeztet mindenkit, hogy a kórium láva, ami beszivárog az alaksorba, veszélyes gőzrobbanást okozhat, ha nem kezelik időben. Ulana attól félt, hogy a sugárzás, ami ennek következtében felszabadulna, nem csak a szomszédságot, de egész Európát lakhatatlanná tenni. A szakértők valóban azt gondolják, hogy bizony volt esély egy hasonló robbanás létrejöttére, ami minden bizonnyal katasztrofális következményekkel járt volna. De annyira azért nem jártunk közel a teljes pusztuláshoz, mint ahogy azt a sorozat beállította. A nukleáris energia szakértő Jan Haverkamp azonban elmondta a Business Insidernek, hogy ha a robbanás mégis létrejött volna, akkor egy több mint 4 megatonnás lökéshullámot generált volna. 8. Pripyatot szinte azonnal evakuálták. Nyugosan gondolnánk, hogy a csernobili katasztrófa közelében tartózkodó pripyatyi lakosokat azonnal elszállították az olvadó reaktor közeléből. De a valóságban ennek éppen az ellenkezője történt, és a történteket inkább teljesen eltitkolták a civil lakosság elől. Pripyat városát pedig csak 1986. április 27-én több mint 36 órával a baleset után evakuálták. Az embereknek ekkor mindössze annyit mondtak, hogy csak egy rövid időre kell elhagyniuk az otthonaikat, de a valóságban soha többet nem térhettek vissza. Ráadásul a Szovjetunió pedig még a város teljes kiürítése után sem jelentette be hivatalosan a Csernobilban történteket a nagyvilágnak. Hetedik, a csernobili tűz hasonlít a Hiroshimában történtekhez. A minisorozatban Valery Legasov arról beszél, hogy a csernobili katasztrófa kétszer annyi sugárzást bocsájt ki magából egyetlen óra alatt, mint a hiroshimai atombomba felrobbanása. De a két esemény összehasonlítása közel sem ilyen egyszerű. Jan Haverkamp elmagyarázta, hogy a sugárzás legveszélyesebb egészségre gyakorolt hatása a hiroshimai bombázás alatt a direkt sugárzás volt, ami több tízezer életet követelt, csak az első napokban. A csernobili robbanás pedig valóban több sugárzást bocsájtott ki összességében, mint a bomba, de a sugárzás itt lassabban és egyenletesebben oszlott el, a környező területen egy atmoszférát alkotva ezzel, ami évtizedekkel később is fennmaradt. Vannak tehát közös pontok, de a két katasztrófát szinte teljesen lehetetlen összehasonlítani. 6. A csernobili robbanás volt az első komoly atomkatasztrófa. Sokan tévesen azt gondolják, hogy a csernobili katasztrófa volt az első atomkatasztrófa a világon. De igazából 7 évvel korábban már történt egy nagyon is hasonló eset, amikor a Three Mile Island nukleáris generátor állomás második egységének egyik reaktora részlegesen leolvadt.
Később sok aktivista fejezte ki az aggodalmát a közelben élők egészsége miatt, de mivel nem alakult ki növekvő tendencia a rákos megbetegedések számában a környéken, az esettel nem foglalkoztak túl sokat. Lehet, hogy a katasztrófa következményei nem voltak olyan súlyosak, mint a Csernobilban tapasztaltak után, de az esetet akkor is Amerika egyik legnagyobb nukleáris katasztrófájaként tartják számon. A helyreállítási munkák pedig több mint 14 évig tartottak, és majdnem 1 milliárd dollárba kerültek. The cooling system broke down this morning. Some radioactive steam escaped into the air. Radiation was detected a mile away from the plant. 5. Az állatvilág is kihalt a katasztrófa sújtotta területeken. Do you say this looks like a healthier ecosystem than areas outside the zone in Ukraine? Absolutely, absolutely much more healthy. Because for wildlife, more important absence of people, absence of their activity. Az, hogy az embereket evakuálták a 30 kilométeres zónából, nem jelenti azt, hogy minden élet megszűnt létezni a zóna területén. Egy 2019-es Popular Science cikk szerint ugyanis nagy számban élnek farkasok, medvék, bölények, hiúzok, lovak és madarak is a katasztrófa sújtotta területeken Ukrajna és Fehér Oroszország között. Emellett pedig néhány kóbor kutya is túlélte valahogy az esetet a magas sugárzási értékek ellenére is. A cikkben közzétett tanulmány szerint rengeteg állatfaj volt képes alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez a radioaktív területeken, és az emberek hiánya csak segítette őket a túlélésben. Azért azt valahol elég megnyugtató tudni, hogy az élet még ilyen lehetetlen körülmények között is valahogy utat tud törni magának. Life finds a way. 4. A legtöbb haláleset közvetlenül a baleset után történt. A Csernobilhoz köthető halálesetek száma a mai napig vitatott, de az biztos, hogy nem csak a sugárfertőzésben elhunytak számát kell figyelembe vennünk. A balesetnek ugyanis voltak közép- és hosszú távú hatásai, amik magukban foglalják a rákos megbetegedéseket is, így szinte lehetetlen pontosan meghatározni, hány ember érintett az ügyben közvetlenül vagy közvetetten. A Szovjetunió által közzétett halálozási szám 1986-ban mindösszesen 31 fő volt, de a hosszú távú következményeket figyelembe véve a valódi szám valahol 4000 és 93000 között helyezkedik el. Harmadik, az alagsor lecsapolását végző három munkás egytől egyig meghalt. The valve will be difficult to operate, so we'll need three men who need to know the basement layout. Ahogy az a Csernobil című minisorozatban is látható volt, az erőmű elárasztott alagsorába három munkást kellett küldeni, hogy megakadályozzák a gőzrobbanást. Akkoriban azt hitték, hogy a sugárzás miatt Alexei Ananenko, Valery Bespalov és Boris Baranov élete is jócskán meg fog rövidülni, és még jelentések is vannak a nem sokkal a munkálatok után bekövetkezett halálukról. Később azonban kiderült, hogy a munka nem is volt annyira halálos, mint azt elsőre gondolták. Baranov ugyanis valójában csak 2005-ben vesztette életét egy szívrohamban, így 20 évvel tovább élt, mint azt bárki is gondolta volna. Ananenko és Bespalov pedig meglepő módon a mai napig életben vannak. De persze az, hogy életben vannak, semmit nem volt le a katasztrófa napján tanúsított, borzasztó nagy hősiességükből. 2. A jelenben nem léteznek Csernobilhoz hasonló reaktorok. Csernobil örökre elrettentő példaként fog szolgálni az emberiség számára, de a világ még így sem hagyta teljesen maga mögött az atomenergiát. Well, that settles it. For all those reasons and more, let us choose an electrifying career in... Line? Nuclear power. Nuclear power. A mai napig léteznek Csernobil stílusú RBMK reaktorok is, és jelenleg 10 darab működik belőlük csak Oroszország területén. Igaz, hogy az erőműveken már végeztek el módosításokat egy újabb Csernobil elkerülése érdekében, de ezek a modellek akkor is több rizikót hordoznak magukban, mint a nyugati típusú reaktorok. És ahogy Edwin Lyman, nukleáris biztonsági szakember mondta a Life Science magazinnak, minél több dolog változik, annál több dolog marad ugyanaz. Mindjárt a végére érünk, viszont ha még nem tetted, ne felejts el feliratkozni, hiszen minden nap kerül ki új videó a csatornára, majd nyomd meg a kis harangomat is, hogy elsőként értesülj legújabb tartalmainkról. 1. Csernobil területe a mai napig le van zárva. A Csernobil című minisorozat minden elrettentő szándéka ellenére inkább csak növelte az érdeklődést a terület iránt. Locals say since the miniseries started airing, tourism is up 40%.
Na de, hogyan látogathatják meg az emberek Csernobilt, ha még mindig sugárzik? Nos, hiszitek vagy sem, az ukrán kormány megengedi a turistáknak, hogy belépjenek a 30 kilométeres zónába, de természetesen az odautazásnak vannak bizonyos szabályai. A turistáknak napi jegyet kell váltaniuk egy turisztikai irodánál legalább 10 nappal az utazás időpontja előtt, és a szakértőkön kívül senki, de tényleg senki nem léphet be a zónába a felkészült túravezetők jelenléte nélkül. A zóna néhány helyszínére természetesen a mai napig tilos a belépés a sugárzás miatt, de ennek ellenére Csernobil egészen hívogató úti célnak tűnik. The place now a monument to human frailty and a decades old lesson in the importance of protecting our world. Ti szeretnétek eljutni Csernobilba? Esetleg voltatok már? Írjátok meg nekünk kommentben a tapasztalataitokat, nézzétek meg korábbi tartalmainkat is, és ha már itt vagytok, iratkozzatok fel a csatornára!